Megkelek az Ezermester a 70-es években futott magyar televíziós bábfilmsorozat főhőse. Róla nevezték el azt a tábort, melyet idén nyáron is szerveznek a Nikolás Söffel gyűjteményben. Július 15-e és 19-e között tartjuk a Megkelek tábort a Söffel gyűjteményben, ami egy képzőművész tábor tulajdonképpen. Tehát várjuk azokat a kisebb és nagyobb gyereküket, akik szeretik magukat kipróbálni. Pap Róbert rajztanár vezeti a tábort, mindenféle technikát kipróbálnak, az 5 nap alatt 4 nap az, amikor kézművesködnek, művészködnek, fogalmazzak így, és 1 nap pedig egy kirándulás lesz. Egyelőre tervezzük az utat, úgy gondolom, hogy Szekszárd, Gemenc, Baja útvonalon fog haladni ez, de ez még szervezés alatt van. A gyerekek a közel 1 hétnyi idő alatt elsajátíthatják kreatív foglalkozások keretében a pingálás, a fémdomborítás, a szövés, a batikolás, az agyagozás, az ékszerkészítés és a fonás csínyát, bínyát. A tábor alatt 3 étkezést biztosítunk a résztvevőknek, ugye 10 órait, ebédet és uzsonnát kapnak a gyerekek. Ez azt jelenti, hogy ugye haza járós a program, tehát 8 órától 4 óráig foglalkoztatjuk a gyerekeknek. Úgyhogy várjuk azokat a szülőket is, akik nem tudják a gyerekeiket hova rakni a nyár folyamán, ezt az hetet el tudják tölteni, én azt gondolom hasznosan itt a múzeum területén belül. A tavalyi évi Megkelek tábor a túljelentkezés és a sikere miatt 2-szer is elindult a nyári szünidő alatt. Most azonban előre láthatólag csak 1-szer tartják meg, és maximum 20 fő vehet részt rajta. Az előző évekre gondolok, akkor egész vegyes volt a korosztály összetétel. Én azt gondolom, hogy a kisiskolások, de még a felső tagozatosok is élvezhetik ezt. Volt, amikor még a középiskolának az alsóbb 1-2 osztályában is voltak jelentkezőink. De én azt gondolom, hogy ez a 4., 6., 7. osztályos korosztály az, aki tényleg jól tudja érezni magát egy ilyen történetben, de attól függ, hogy melyik gyereknek milyen a habitusa, mert egy sokkal kisebb gyerek is néha-néha jó érzi magát ebbe a közösségben. A táborra beadni a jelentkezéseket június 30-áig lehet személyesen a Nikolás Söffer gyűjteményben, vagy az alábbi telefonszámon.